Egyes hírek szerint egyre több tagja van a DK-nak, hogy honnan és mihez kezd ezekkel az új tagokkal, már ami a stratégiát illeti, az rögtön kiderül. A DK szóvivője Gríczi Zsolt a stúdióban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Meg tudja azt erősíteni, hogy a hétfői elnökségi ülésen 800 körüli új tagról számolt be a pártigazgató? Igen, meg tudom erősíteni, azóta ez a szám most már közel van az 1000-hez. Nem tudjuk, hogy honnan érkeztek, de hogy megnőtt az érdeklődés, az egészen egyértelmű, és ilyenkor az a módszer a demokratikus koalícióban, hogy a helyi szervezetek rögzítik ezt a fajta érdeklődést, hogy pártagnak, pártolótagnak jelentkezik valaki, ez eljut az elnökséghez, és aztán az elnökség mondja ki a végső szót. Miért mondják a szocialisták, hogy tőlük csábítják át a pártagokat, például Harangozó Tamás? Nem tudom, hogy mire alapozzák ezt, nekünk nincs tagnyilvántartásunk az MSZP-ről, azt csak ők tudhatják, hogy onnan jönnek emberek. Mi abban bízunk, hogy aki érkezik, az DK-s akar lenni, és eszerint fogjuk őket majd elhelyezni a rendszerben. Véletlenül arra hivatkoznak, vagy abból következtetnek erre, hogyha jól tudom, akkor a DK-nál kettős pártagság nem lehet. Igen. Nyilván itt esetleg egy beszélgetés folyamán amikor a helyi, gondolom ezt a helyi párt szervezetek intézik, akkor felteszik azt a kérdést, hogy van-e más pártagságuk, és azt mondják, hogy nem, szocialista pártban voltam, már nincsen. Gondolom, onnan ki kell lépnie előtte. Hát gondolom, igen, de az, hogy ki MSZP tag, mondom, arról nekünk nincsen információnk. Mert nem is lehet MSZP tag, hogyha önökhöz belép. Hát gondolom, igen. Ez lenne a logikus. És mondom, azt remélem, hogy igazi DK-sokkal fogunk erősödni, és persze kellő szerénységgel, de azért némi büszkeséggel fogadjuk ezt a fajta közeledést, erősödést. Visszatérünk még ide. Hol a legnépszerűbb a DK? Melyik megyébe? Azt láttuk, hogy nagyon jól alakult az ügyben az európai választása számunkra, hogy nem volt olyan megye, ahol a 6%-ot ne érte volna el a DK listája, és nagyon sok 10 000 fő alatti településen is elérte a DK az 5%-ot, tehát nem egy budapesti pártról beszélünk, hanem egy országos beágyazottságú szervezetről, amit a tervénk szerint tovább is akarunk építeni. Miért támadja önöket az MSZP? Gyakorlatilag korábbi szövetségesekről van szó. Nem támadást gondolok én mögött, hanem nyilván az MSZP most nehéz hónapokat él át. A DK-ban érdekelt, hogy ezen a válságon az MSZP mi hamarabb túljusson, mert úgyis össze kell majd fognunk az Együtt PM-mel, az MSZP-vel az önkormányzati választásra. Márpedig ez egy fontos kényszer mindenki számára. Ezt lejátszottnak tartja, hogy összefogás nélkül az önkormányzati választás nem fog menni? Hát egyszerűen a matematika alapján nagyon megoszlanának a szavazatok, márpedig ezeket nyilván amennyire lehet összegezni kellene annak érdekében, hogy a lehető legtöbb önkormányzatban demokrata vezetés legyen. Pedig ugye az április 6-ai voksanás után gyakorlatilag Bajnai Gordonék határozottabban, az MSZP kevésbé határozottan azt fogalmazta meg, hogy nem volt annyira jó ötlet az az összefogás, aminek gyakorlatilag az eredménye lett bizonyos értelemben az, ahogyan az MSZP szerepelt. Hogyha ezeket a nyilatkozatokat nézem, akkor nem tűnik úgy, hogy összefogásra törekszik például a Bajnai féle párt. Ennek ellenére a számok, a matematika azt mondja, hogy összefogás nélkül nehezen fog menni. Hogy fogják ezt az ellentétet feloldani? Mert remélem sok tárgyalással, de ha én jól értékeltem Botka László legutóbbi nyilatkozatait, ő is az együttműködés mellett érvelt. Azt gondolom, hogy az Együtt PM-ben is azt remélem, hogy hasonló gondolatra jutnak. Mindkét pártban most ugye tisztújítási folyamat zajlik, nyilván ezt meg kell várni, a DK készen áll arra, hogy együttműködjünk, és a lehető legnagyobb sikert érjük el az önkormányzati választáson. Mihez kezdenek azzal a lehetőséggel, népszerűséggel, aminek az egyértelmű jele ezek szerint a növekvő taglétszám? Hát először is az a célunk, hogy a lehető legkérlelhetetlenebb ellenzéke legyünk az Orbán rendszernek. A tegnapi sajtótájékoztatóm is arról szólt, hogy tudjunk meg a lehető legtöbbet Lázár János londoni útjáról. Most már azt is sikerült kideríteni, hogy melyik szállodában volt, hogy inkább shoppingolással telt az idő, mint tárgyalással, és hogy ugyanabban a szállodában nem sokkal később Szijjártó Péter is megszállt. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta kérlelhetetlenség, következetesség
a DK mostani sikereinek egyik alapja lehet. Ezt mindenképpen folytatni szeretnénk, és továbbra is nyitottak leszünk arra, hogy a demokrata szövetségesekkel szót értsünk. Kérlelhetetlenek lesznek abban is, hogy ezeket az őszi tárgyalásokat, pontosabban az őszi voksolást megelőző tárgyalásokat önök tartsák kézben? Ugye amikor vége volt a voksolásnak, akkor Gyurcsány Ferenc kiállt, és azt mondta, hogy tulajdonképpen most szövetségekből ellenfelek, versenytársak, vetétársak, így van, pontosan így fogalmazott, lettünk, ami bizonyos versenyhelyzetet jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy versenyeznek egymással is, hogy bizonyos értelemben ki az, aki az erős ellenzéki szereplője legyen a baloldalnak. Most, azt, hogy most azt látjuk, hogy az önkormány, vagy az európai parlamenti választás az nagyjából hozzávetőlegesen három hasonló méretű erőt hozott létre ezen az oldalon, tehát nyilvánvalóan diktátumoknak nem nagyon van helye, érdemes kellő méltányossággal és tisztelettel közelíteni egymáshoz, és egyébként abban bízunk, hogy ez a fajta társadalmi igény, ami az európai választáson megjelent szavazatokban ezen az oldalon, az talán a parlamenti erőviszonyokban is hozhat elmozdulást, az talán nem feltétlenül igazságos, hogy csak az MSZP-nek van frakciója, a másik kettőnek meg nincs, tehát reméljük, hogy ilyen irányban is el tudnak mozdulnia a fejlemények. A tárgyalási pozíció szempontjából viszont fontos, hogy ki a baloldal ellenzéki vezető ereje. Én azt gondolom, hogy méltányos tárgyalásokra kell készülni. A DK nem vinni kell magának semmiféle vezető szerepet ebben. Egyik fontos szereplői leszünk ezeknek a tárgyalásoknak. Az a cél, hogy a lehető legtöbb mandátumot szerezze meg a demokratikus oldal. Nyilván a DK, mint önálló párt, abban érdekelt, hogy a DK politikusai, szervezői, aktivistái, tagjai, vezetői is minél több pozíciót meg tudjanak szerezni. Nem tartanak attól, hogy ez a népszerűség, ami a taglétszámban látszik elsősorban jól, egy lufi kipukkan, vége van a voksolásnak, jön a nyár, egyszer csak ráfordulunk az önkormányzati választásokra, és keresik azokat az aktív tagokat, mert az egy dolog, hogy belépnek a pártba, azokat az embereket el kell vinni szavazni. Úgy tűnt, hogy a mozgósító képességünk valamilyen módon kiállt az idő próbáját, itt az európai parlamenti választásra gondolok, ugyanakkor azt gondolom, hogy nem az összes DK szavazó volt ott az európai parlamenti választáson, mi azt gondoljuk, hogy ennél nagyobb a DK támogatottsága, és nem gondoljuk, hogy lufi, mi abban hiszünk, hogy sokat kell dolgozni, sokat kell menni vidékre, az emberek közé, úgy szokták ezt mondani, hogy terepmunkára van szükség, ha kell oda költözni, megvizsgálni, hogy hogy élnek az emberek. A DK ebben hisz, a mostani sikereinknek, amit azért nem értékelünk túl, hanem a helyén kezeljük valószínűleg, de az eddig elvégzett munkának van köze, de ezt a munkát mindenképpen folytatni, ha kell, még intenzívebben fogjuk folytatni. A DK szóvivőjét, Gréci Zsoltot hallották az előző percekben.